Zsámbokon idén augusztus 5-én rendezték meg a Lecsóta Keceléből hagyományőrző fesztivált, melyen duplán ünnepelt a község, ugyanis átadták a Magyar Falu Program keretében megvalósult gépjármű és eszköztároló létesítményt. A pályázat útján létrehozott beruházás egy olyan fejlesztési sorozat következő megvalósult állomása lett, ami Zsámbok életének mindennapjait kisebb léptékű fejlesztésekkel segíti. Bár a hajnalban érkezett vihar próbára tette az új eszköztároló épületek és a rendezvény szervezőinek állóképességét, Holló Ilona polgármester asszony már nyugodt körülmények között üdvözölhette Cerván György országgyűlési képviselőt, Kozsuk Zsolt plébános atyát, valamint a pályázat megírásában a kivitelezésben résztvevőket és a település megjelent lakóit. Zsámbok község önkormányzata 2022-ben nyújtotta be pályázatát a Magyar Falu Programra, ahol az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítására lehetett pályázni. Mi nagyon fontosnak tartottuk, hogy ebből a pályázatból ki tudjuk használni azt a lehetőséget, amivel segítjük az önkormányzati eszközeink tárolásának a helyének kialakítását, eszközöknek az elhelyezését. Az évek folyamán egyre bővült a közterületi gépeinknek a sora, és nem tudtuk tárolni sem, nem tudtuk tárolni a kicsi eszközeinket, egyáltalán nem volt kulturált lehetőség arra sem, hogy a dolgozóink télen valahol melegedhessenek, vagy korszerűbb helyen a szerszámokat megközelíthessék, vagy a gépeinket megközelíthessék. Polgármester asszony köszöntőjében megragadta az alkalmat, hogy egy kis betekintést nyújtson az önkormányzat háttér munkájának bemutatására is. A jelenlévők azt is megtudhatták, hogy a pályázatban elnyert 20 millió forinthoz több millió forint értéket kellett a településnek hozzátennie. A pályázatban 20 millió forintot nyertünk támogatásként, és mire befejeződött a beruházás, a teljes három épület megvalósítása 30 millió forintunkba került, mert hiszen nem támogatta a pályázat csak az épületek létrejöttét, de hát ebbe be kellett vezetni a villanyt, a riasztóberendezést, az alapokat saját kivitelező brigádunkkal tudtuk megvalósítani. Zsámbok polgármestere büszkén mutatta be az elkészült épületeket, hiszen ezek létrejöttével régi problémák megoldása valósult meg. A három bal oldalon látható épület elkészült, az első helyiség egy 32 négyzetméteres tárolóhelyiség. Hátam mögött pedig látható két mobil garázs, aminek a funkciója az, hogy az önkormányzati gépeket, traktorokat, fűkaszákat, fűnyírókat el tudjuk helyezni. És hát ahol láthatják ezt az üres területet, még két héttel ezelőtt is a 30 év alatt összegyűjtött építő anyagoknak a halmaza került itt tárolásra, vagy mindenféle maradék anyagnak a tárolása, nem csak építő anyagnak, ami mára teljesen rendezetté vált. Gyakorlatilag 4 hónapunk volt arra, hogy befejezzük a teljes munkát. Holló Ilona köszönetet mondott mindazoknak, akik a pályázatírás, a tervezés és kivitelezés sikeressége érdekében nagyon sok munkát fektettek a projektbe. Mélységes háláját fejezte ki a közelben lakók türelméért, akik elviselték a munkálatokkal járó nehézségeket. Egy kisebb település számára nagyon fontos, hogy az országos feladatok szintjén az ő képviseletük is hatékony legyen. Cerván György országgyűlési képviselő sokat tett már Zsámbok érdekében, ezért Holló Ilona polgármesterasszony örömmel üdvözölte őt és megköszönte, hogy jelenlétével megtisztelte Zsámbok ünnepét és elvállalta a Lecsóta Keceléből fesztivál védnökségét. Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek, hiszen a beruházás átadásokat nagyon kedvelem, de itt többszörös ünnep is van. Most
ugye a falunap, legalábbis így leegyszerűsítve így nevezem, a Lecsóta Keceléből rendezvénynek a fővédnöke is lehetek. Ugye most is egy ünnepi alkalomról van szó. Cerván György elmondta, hogy a sikerek legfőbb kulcsa az önkormányzattal való jó együttműködés és a pályázatíró szakemberek lelkes és eredményes munkája. Reményét és segítő szándékát fejezte ki, hogy a jövőben megnyíló új lehetőségek kiaknázásával Zsámbok még szebb, még élhetőbb településé váljon. Az önkormányzattal, az önkormányzat vezetésével én úgy ítélem meg, hogy jól tudunk együtt dolgozni, remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, és bízom benne, hogy a Magyar Falu program egyfelől folytatódik, még ha most kevesebb összeg is van az idei évben, illetve a következő évben betervezve, de amint a gazdaság újra normalizálódik, újra fogjuk tölteni, feltölteni ezt a programot, tehát kell figyelni a pályázatokat, nyilván én is jelezni fogom, és a Pest megyei települések számára megnyílt Európai Uniós pályázatoknál is komoly lehetőségek lesznek a jövőben is. Remélem, hogy sikeresen tudunk majd pályázni ott is, annak érdekében, hogy Zsámbok még szebb, még takarosabb, még élhetőbb település legyen. Gratulálok mindenkinek, akinek köze van ehhez a fejlesztéshez, használják egészséggel. A település új közösségi épületeire az érte és benne munkálkodókra Kossuth Zsolt plébános kért áldást. Tekints, Urunk, kegyesen szolgáidra, akik ezeket az épületeket, technikai eszközöket használják, melyeket nem szűnő iparkodással készítettek. Kérve kérünk, add rájuk áldásodat, hogy általuk mindenkor az igazságot közöljék, táplálják a szeretetet, védjék az igazságosságot és terjesszék az örömet. Ápolják és erősítsék meg mindenek közt azt a békét, amelyet az Úr Krisztus hozott nekünk az égből, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon ezekre az épületekre, az itt használt eszközökre és mindazok életére, akik a közösséget szolgálják. Amen. A Magyar Falu program keretében megépült zsámboki gépjármű és eszköztároló létesítményt ünnepélyes szalagátvágással adták át a célját beteljesítő használatra.